Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Szakmák éjszakája, a szakképzésben rejlő lehetőségeket tárták az érdeklődők elé. Párizsba beszökött, fotókiállítás nyílt a költészet napja alkalmából a Sopron-Bánfalvi kolostorban. Oltár replika, 6 szárnyon 160 evangéliumi jelenetet ábrázol a Soproni Egyetemen készült alkotás. 27 szakmai ágazat, 34 szakmája, közel 100 izgalmas programmal lepte meg a gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket. Az idei szakmák éjszakáján a Soproni Szakképzési Centrum Soproni, Fertődi és Kapuvári szakképzőiskolái van. Az országos kezdeményezéshez az Ötvös József Evangélikus Szakgimnázium is csatlakozott. Zene is köszöntötte a szakmák éjszakájára érkező családokat a Handler Nándor szakképzőiskolában. Dr. Simon István alpolgármester a megnyitón kiemelte, nagyszerű dolog, ha a gyerekek olyan szakmát tanulhatnak, amelyet saját maguk választanak. A jó, hogyha a tanuló, a gyerek olyan szakmát, olyan hivatást tanul, ami neki nagyon tetszik. Innentől kezdve lelkes, motivált, jó szívvel jár iskolába, jó szívvel megy a duális képzésbe, a gyakorlati foglalkozásokra. Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke hangsúlyozta, a szakmaszó becsületének visszaadása nagyon fontos, az országos rendezvény ehhez is hozzájárul. Králik Tibor, a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja megnyitó beszédében a szakképzés jelentős átalakulásáról szólt. Jelentős források fognak rendelkezésre állni a szakképző intézményeknek, gyakorlóhelyeknek a fejlesztésére, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy például a technikus képzés megújításra kerülve valójában technikumot fog jelenteni, amelyben a jól tanuló tanulók, és a jól tanuló az azt jelenti, hogy nem feltétlenül egy-két kiváló, hanem aki megfelelően elvégzi, az egyenes úton bejuthat a szakirányú egyetemekre, tehát felvételi vizsga nélkül. És valóban a cél az, hogy egy vonzó karriert adjon a szakképzés a jelentkezők számára. A közeljövőben jelentős ösztöndíjrendszer is motiválja majd a tanulókat. A szakmák éjszakáján számtalan szakmát ismerhettek meg a családok testközelből, bepillanthattak a tanműhelyekbe, belekóstolhattak a gyakorlatba, kipróbálhatták az eszközöket, berendezéseket. Az informatika iránt érdeklődők ismerkedhettek a PLC vagy éppen a robotok programozásával is. Nem csak a centrum iskoláiban tartották meg a szakmák éjszakáját. Az Ötvös József Evangélikus Szakgimnáziumban az újraélesztés lépéseivel is ismerkedhettek az érdeklődők, illetve eszmét is cserélhettek az egészségügyi diákokkal. Engem nagyon érdekelnek az emberek, és hogy azokat hogyan lehet segíteni rajtuk, és én ezért is jöttem erre a szakmára, erre a részre, mert engem nagyon érdekel. És itt külön dolgokat megtanulunk, hogy csecsemőkkel hogyan kell bánni, felnőtt emberekkel, sérültekkel, és engem ez nagyon tetszik nekem. A szakmák éjszakáján több százan pillanthattak bele a soproni szakképzés sokszínű kínálatába. Kismartonból érkező vendégeket fogadtak szombaton délután a Soproni Városházán. Az esemény a két település közt fennálló testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését szolgálta. A Városháza dísztermében Sopron önkormányzata nevében dr. Brummer Krisztián köszöntötte a résztvevőket. A polgármester irodavezetője kiemelte a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát és azok fejlesztését a két település között. A vendégeket a délután folyamán Tasner Tamás kalauzolta el a belvárosban, Sopron közismert és rejtett kincseit is bemutatva. 8. alkalommal rendezték meg a hétvégén a Lions fallabda versenyt. A megmérettetés bevételét idén is jótékonysági célokra ajánlották fel. Ezúttal is a Tóth Antal általános iskola diákjait támogatták a Lions klub tagjai. A jótékonykodásé és a mozgásé volt a főszerep a hétvégén. A Lions fallabda verseny már évek óta része az áprilisi sportrendezvényeknek, ez idén sem volt másképp. Számos felajánlás érkezett a diákok támogatására, árulta el Balogh Sándor, a Soproni Lions Klub tagja. Immár 8. alkalommal tudjuk megrendezni a Lions Klub ezt a squash versenyt, és szponzoraitnak köszönhetően nagyon jól tudjuk támogatni a Tóth Antal iskolát. Ezek a szponzorok a City Café Lounge, a Chef Mogul, és idéntől pedig a Patent Biztonsági Csoport.
Idén egy picit kevesebb nevező érkezett, 15 játékos jelezte, hogy részt vesz az a versenyen, de lényegében nekünk minden egyes játékos nagyon fontos, mert az ők felajánlásaiból is a Tóth Nagel iskolát tudjuk támogatni. A gyerekeknek minden évben nagy segítséget jelentenek a felajánlások. Szála Renáta, az intézmény igazgató helyettese kiemelte, az adomány mellett az is sokat jelent, hogy bevonják a diákokat a programokba. Ez nem csupán egy adomány, hanem minden évben valamilyen módon a diákjainkat megmozgatják. Valamilyen vetélkedő keretében volt már rajzpályázat, sportverseny, vetélkedő a sportról, makettépítés, és hát az idei évben egy helytörténeti vetélkedőn vannak túl a diákok. Az intézményben volt már két forduló, és a két forduló alapján a legjobb három csapat érkezett ide most a országos fallabda versenyre, ahol megmutathatják egy picikét a tudásukat, és hát azt gondolom, hogy találkozhatnak a Lions Clubnak a tagjaival, versenyzőkkel, és ez nagy öröm számukra. A verseny legjobbjának idén Tremmel Gábor bizonyult. Az összegyűlt adományok összege átlépte a 100 000 forintos határt. Párizsba beszökött címmel nyílt kiállítás a költészetnapi alkalmából a Sopron-Bánfalvi Kolostorban. Idén a szervező Soproni Fotóművészeti Kör vendégül látta a Fotokreis Eisenstadt tagjait, akik szintén egy-egy alkotáshoz társítható fotográfiát hoztak, ezzel is színesítve a tárlatot. Adi Endre alkotásai állnak a középpontban a Sopron-Bánfalvi Kolostorban nyílt költészetnapi tárlaton. A már hagyományosnak mondható kiállításon jól szembeötlött a rímekre komponált képek varázslatos játéka. Tisztelettel és örömmel hívtuk meg az Eisenstadti fotókört egy közös kiállításra. Jó kapcsolat van a két társaság között, ez annyiban mutatkozott meg eddig, hogy szívesen részt vettünk, mint magárember egymás kiállításain. Rendszeresen mentünk mi is az ő kiállításaikra, illetve ők is rendszeresen jöttek a mi kiállításra. És nagy örömünkre szolgált, hogy örömmel állította ki a Magyar Költészet Napja alkalmával ők is. A Soproni Fotóművészeti Kör tagjai, a kiállító művészek nem csak gondolnak valamit a versről, hanem azt fénnyel újra is írják, mondta a kiállítás megnyitóján dr. Kovács András, a Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola igazgatója. A kiválasztott költemény egy-egy sora vagy alapgondolata rögzül a tetten ért pillanatban, aztán ez szerencsés esetben tovább inspirál a befogadót. Komoly hagyománya van errefelé, hogy a költészet napja környékén vers és fotográfia találkozása izgalmas vizuális élménnyel ajándékozza meg a szépre fogékony lelkeket. Ezúttal az országos megemlékezés sorozatba illeszkedve Adi Endre előtt tisztelünk. Dr. Farkas Ciprián városi tanácsnok a megnyitón elmondta, a Magyar Költészet Napja mindig alkalmat teremt, hogy rácsodálkozzunk a magyar kultúra, a magyar költészet és a magyar nyelv gazdagságára. Arra hívnám fel a figyelmet ezen a napon, hogy óvjuk a kultúránkat, óvjuk a költészetünket és a nyelvünket, mert az, hogy az elmúlt ezer esztendő során, a történelmi irány során mi itt maradtunk és itt ragadtunk, ebben nem csak a kereszténységnek a meghatározó szerepe, de a nyelvünknek és a kultúránknak is. És hogyha azt szeretnénk, hogy még 1000 év múlva is legyen ebben az európai, közép-európai térségben magyar nemzet és magyar ember, magyarul beszélve emberek legyenek, akkor bizony nekünk is meg kell tennünk a magunk életében, a magunkét annak érdekében, hogy a kultúránkat és a nyelvünket óvjuk. A megnyitó alkalmával az Eszternháza központ ügyvezetője köszöntötte a művészeket. Virtl Katalin hangsúlyozta, hogy szívesen társultak a Soproni Fotóművészeti Kör mellé, mivel a Kolostor falai között megjelenő kiállítás képei magas színvonalon képviselik a művészetet. A Párizsba beszökött című kiállítást hétfőtől vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthetik meg. Hat szárnyon 160 evangéliumi jelenetet ábrázol az az oltárleprika, amelyet pénteken állítottak ki a Soproni Evangélikus Gyülekezeti Ház nagytermében. A Soproni Egyetemen elkészített művet országjáró körútja során először városunkban állították ki. Ez a Mömpelgárdi oltárnak egy kicsinyített mása. Az eredeti a Kunsthistorisches Museum Kunstkammerében áll. Pál Csilla művészettörténész mutatja a Sopronban készült replikát. Az alkotást azért itt készítették el, mert van kötődése városunkhoz. Az eredetit a harmadik Ferdinánd nevű magyar király hozta hadisarcként Baden-Württembergből, Stuttgartból, Ausztriába, Bécsbe, és a soproni evangélikus tradíció közismerten nagy,
Ugyanakkor az egyetem, a faipari egyetem adva van, úgyhogy ez a három faktor, hogy Hadisarc egy olyan királytől, akit Sopronban koronáztak, azon kívül evangélikus város, és egy ilyen csodálatos egyetem van, ahol ezt a replikát el tudták készíteni, ez adta az inspirációt, hogy megvalósítsuk ezt a tervet. Az alkotást mindegy 2 hónap alatt készítették el a Soproni Egyetem hallgatói az oktatóikkal karöltve. Ez az oltár ugyan fele akkora, mint az eredeti, de elkészítése mégis nemes kihívás volt az alkotók számára. Nem egy ajtó, nem egy ablak, nem egy bútor, hanem egy oltár. Ez volt benne a kihívás, és hallgatók is nagyon örültek neki, hogy ilyen feladatot végezhetnek el a gyakorlatok során, kollégáim úgy szintén. Az anyag az gőzöldbükkből van. Törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint hagyományos fakötéseket használjunk, tehát igazából a vas alatt, tehát ami a szárnyat mozgatja, azon kívül semmiféle fém nem található a szerkezetben. A műnek 6 szárnya van és 160 evangéliumi jelenetet ábrázol, így az alkotás tulajdonképpen egy óriási képregény. Minden egyes képnek a felső részében egy díszes keretben, egy úgynevezett kártusban vannak felírva a verssorok, és meg is van jelölve, hogy melyik evangélistának melyik verssorát olvashatjuk itt, délnémet nyelvjárásban. Luther Biblia fordításának alapján, de nem egy az egyben, nem ugyanaz. Az alkotás különlegessége, hogy szokatlan ábrázolások, például karikatúrák is láthatóak benne. A kezdeményezők célja, hogy a mű a Kárpát-medence valamennyi gyülekezetébe eljusson, hogy mindenki test közelből megcsodálhassa. A nagy előnye ugye egy ilyen másolatnak, hogy viszonylag közelről meg lehet tekinteni. Mondhatjuk azt is, hogy ezt az alkotást kézbe lehet venni, hiszen aki ide eljön, az megfoghatja, lapozhatja ezt az alkotást, és hát az eredetinél ugye ez teljesen kizárta az eredetinek a védelme miatt, de itt ezt most meg lehet tenni, sokkal közelebb kerülhetünk ehhez a szárnyos oltárhoz ezáltal. Az oltár replikát május 12-ig lehet megtekinteni a Soproni Evangélikus Gyülekezeti Ház nagytermében. A Széchenyi család örökségével ismerkedtek a női kosárlabda Euroliga 4-es döntőjére érkezett FIBA vezetők és képviselők Nagyszenken. A Sopron város meghívására érkezett elöljárók a Széchenyi kastély mellett a magyar reformkor jellegzetességeibe is betekintést nyerhettek. A rendezvényen részt vett Csiszár Szabolcs sportfelügyelő és Farkas Ciprián városi tanácsnok is. Az önkormányzati képviselő kiemelte, jelentős mérföldkövet jelentett az ország fejlődésében a Széchenyi család munkássága. A kastély megtekintése után palotás tánccal és Kónyai Gypsyben zenei előadásával zárult a nap Nagyszenken. Gőzhajózás, lósport, Lánchíd, Alagút és minden, ami Széchenyi nevéhez fűződik. Erről szólt a mai délután, megtisztelte a rendezvényt a Világszövetség főtitkára, az Európai Szövetség ügyvezető igazgatója, az Európai Szövetség elnökségi tagjai, a csapatok vezetői, játékvezetők. Szép delegációval egy kellemes, hangulatos délután tudtunk teremteni vendégeinknek. Az Euroliga Final Four hétvégején történtekről bővebben Hajrá Sopron című műsorunkban láthatnak összefoglalót. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a Mozaik, amelynek vendége Zentai László költő, író lesz. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz az északi-észak-keleti szél. A hideg reggelt követően délután 14-18 fokot mérhetünk. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.